Szeretettel köszöntök földesen már a 8. alkalommal, a dalos találkozó alkalmából. Egy kicsit mindig boldogság önt ér a szívemet. Ugye itt álltunk a polgármester úrral és kedves feleségével az ajtóba, és láttuk, hogy érkeznek a csoportok. Mindenki szép viseletben, új viseletekben, szép új ruhákban, a férfiak fehérinkben, fekete mellényben, fekete nadrágban, hát az asszonyok pedig tényleg olyan szép ruhakölteményekben. És ilyenkor egy önkormányzati vezetőnek elszorul a szíve, hiszen mi, mint önkormányzat képviselőtestület, mi is támogatjuk azért a civil szervezeteinket. Igyekszünk anyagi és természetbeni támogatást is nyújtani ahhoz, hogy egy-egy rendezvényt sikeresen meg tudjanak tartani, egy-egy születésnapot, kerek évfordulót meg tudjanak méltón ünnepelni. És ez a dalos találkozó mindig alkalom arra, ilyenkor nyár elején, hogy összegyűjjenek azok a csoportok, ahova a mi földesi civil szervezeteink is szívesen ellátogatnak. És úgy gondolom, hogy nagy ajándék az élettől az, hogy mehetünk vendégségbe, úgy, ahogy képviselő úr is mondta, hiszen úgy gondolja az ember, hogy ott szívesen látják, és barátokkal találkozik. És mindig, amikor bejövök a terembe, mindig eszembe jutnak a szép virágokról Rozika, mert tudom, hogy nagyon szereti a virágokat, és az jutott eszembe, hogy egy barátság olyan, mint a virág. Nem kell, nem csak elég nézegetni, azt ápolni is kell. És ugye itt szép virágok vannak, meg itt eljönnek a barátok újra, vannak új csoportok is, akik megtisztelik a közösséget, de úgy gondolom, hogy olyan jó érzés az, hogy ismerős arcokat láthatunk, láthatjuk, hogy milyen új öltözetben, milyen szép frizurákkal érkeznek ide hozzánk földesre. És úgy gondolom, hogy ezek a nagy dolgok az ember életében, hiszen mindegyikünknek vannak dolgos hétköznapjai, de azért, amikor elmegyünk vendégségbe, azok ünnepnapok. És bízom benne, hogy ez a mai nap is ilyen szép ünnepnap lesz az önök életetekben, vagy önök is a ti életetekben, hiszen valljuk be őszintén, ilyenkor egy kicsit kortalanná válok én is, és bízom benne, hogy önök ti is, mert ugye sok valakinek köszönök úgy, hogy jó napot kívánok, de sok valakinek köszönök úgy, hogy sziasztok. És én úgy gondolom, hogy ez a nagy ajándék nekem is, és bízom benne, hogy önöknek is, hogy ezt a mai délelőtt, délután együtt tölthetjük, és nem szabad elfeledkezni arról, hogy azért meg szeretném köszönni Rozikáiknak, a Nosztalgia Hagyományőrző Egyesületnek, minden tagjának a szervező munkáját, hiszen ezt azért tudjuk, hogy milyen nagy dolog egy rendezvényt megszervezni, hogy minden szépen, gördülékenyen menjen. Én ilyenkor mindig kihúzom magam, és örülök, hogy itt lehetek a rendezvényükön, mert tudom, hogy ügyesen előkészültek, megszerveztek mindent, minden a helyén áll, és kezdődhet akkor a 8. dalos találkozó. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.